Megtartotta soros ülését csütörtök délelőtt a keszthelyi képviselőtestület. A napirendi pontok előtt Manninger Jenő és Bánhegyi Renáta is letették esküjüket. Ezt követően a szerdán kidőlt libástrandi fa ügyéről tájékoztatta a testületet Lackó Mária, a VÜSZ Kft. Ügyvezetője. A testület többek között döntött az önkormányzat idei költségvetési rendeletének módosításáról, az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról és a parkolás szabályozásáról is. Molnár Tibor képviselő interpellációt intézett a Sörház utca felújításával és a kerékpárút lezárásával kapcsolatban. Hozár Péterné válaszában kifejtette, a Sörház utca munkálatai július 30-áig befejeződnek. Dr. Gábor Hajnalka jegyző reagált a második kérdésre, a kerékpárút szerdától újra használható. A testület három ügyben zárt ülésen döntött.